Szervusz! Szervusz! Hogy érzed magad mostanában? Köszönöm, jól. És te? Köszönöm én is. Mesélj, hogy telik az élet? Hát, alapvetően úgy, ahogy szokott. Ütközöl valamilyen akadályban mostanság? Ha már így rákérdeztél, akkor elmondom, hogy mostanában van egy kis koncentrációs problémám. Pontosan mire gondolsz? Mostanában nem voltam képes a teljes figyelmemet a pácienseimnek szentelni. És mi akadályoz meg ebben? Pontosan nem tudom. Amit elkezdenek beszélni. Egy kis ideig hallgatom őket, aztán viharos vizekre vitorlázik elmém. Pontosan mit értesz az alatt? Mit keresel? Értelmet? Magyarázatot? Talán ihletet? Esetleg ezt ki tudnád fejteni? Kísért a múlt. És ha más szellemképek úrának szem előtt, gondoltam hasznokat lelem, és megpróbálok kérdéseimre választ találni. És hogyan keresed ezeket a bizonyos válaszokat? A lengyelországi emlékképeimen keresztül. És esetleg azt ki tudod nekem fejteni, hogy milyen technikákkal próbálkozol keresgélni? Képekkel, hangokkal, történetekkel. Mint mikor kimerültségemben megpróbáltam megpihenni, de az őr azonnal megalázott. Vagy máskor, amikor mellettem vertek halálra valakit. Markomba hasít a halászháló, mikor megpróbálom kihúzni a vad vízből, és mikor a hajóra emelem a feltételezett fogást. Kénytelen vagyok realizálni, hogy nincs benne semmi. Ennyi erőfeszítése semmiért. Tudod, saját szavaiddal tudok reagálni az itt elhangzott szavaidra. A konkrét helyzet konkrét célja úgy viszonyul a végső célhoz, mint egyetlen képkocka az egész filmhez. Ennek célja is csak akkor kezd megvilágosodni, amikor a többé-kevésbé happy end felé közeledünk, de ez is csak akkor következik be, ha minden egyes jelenet értelmét felfogjuk. Vagyis egyrészt figyelmesnek, másrészt pedig türelmesnek kell lennünk a moziban, az előadás végéig, az életben a halálunk órájáig. Türelem.